Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét, folytatjuk a megkezdett egészséges sorozatunkat, egészségügyi tematikánkat. Sok szeretettel köszöntöm stúdiumban szakértő vendégünket, Hagymási László főorvos urat. Köszönöm, hogy elfogadta ezen a héten is a meghívásunkat. Én is köszönöm, és köszöntöm a nézőket. Nagyon sok témáról beszélgettünk már itt a fehérvári beszélgetésekben. A mai műsor azt gondolom, hogy sokakat érint, az inkontinencia, sok nő küzd vele, és hát nyilván ez egy kényes terület. Hát ez egy nagyon kényes terület, az inkontinencia, vagyis vizeletvesztéses betegség. Ez előfordul nőknél is, férfiaknál is, de úgy nem szeretünk róla beszélni. Kicsit olyan szégyenérzet van valakinek is. Ha valakinek jelentkeznek olyan panasz, hogy a vizetet valami okvány fogva, valamilyen formában nem tudja tartani, inkább nem beszél róla, inkább titkolja, betéteket vesz, és nem tudja azt, hogy nagyon egyszerű módszerekkel ezeket meg lehet szüntetni, lehet kezelni, vagy konzervatívan, vagy műtétesen, nem van megoldás. És valaki 10-15 éven keresztül is inkontinens panaszokkal rendelkezik, rengeteg betétet elhord, megvesz, költ rá, és orvoshoz nem mer elmenni. Tehát a szégyenérzet akadályozza a gyógyulást tulajdonképpen, erről van szó. Mi vezethet ehhez a betegséghez? Milyen kiváltó okai lehetnek? Hát igen, ennek az inkontinencia betegség az egy egyébként bonyolult dolog, mint ahogy utaltam rá. A lényeg az, hogy a vizelet valamilyen úton fogva nem tudja tartani a beteg a vizeletet. Ez több fajtája van az inkontinenciának, és hát ennek megfelelően kell tudni felállítani a diagnózist. Az egyik formára a vizeletvesztéses betegségnek az, amit úgy nevezünk, hogy stressz inkontinencia, amikor egy beteg azt tapasztalja, hogy köhögésre, tüsszentésre elcseppen egy picit a vizelete. Ennek különböző fokozatai vannak. Vannak az enyhébb fokozat, amikor erősebb nyomás, hasprésre jelentkeznek ezek a tünetek. Van egy középső fokozata, amikor már nem kell erős hasprés, hanem enyhébb hasprésre, vagy köhögésre, vagy lépcsőjárásra is elcseppen a vizelet. És van a súlyosabb foka, amikor szinte folyamatosan, mindenféle erőködés nélkül nem tudja tartani a vizeletet, és elveszíti a vizeletet mozgás nélkül is. És hát ezt általában anatómiai oka van. Valamilyen oknál fogva a húgyhólyag és a záró funkciók nem tudnak működni. Azokat az izmok, amelyek elvégzik a zárást, a húgyhólyagnak a zárását, meglazulnak, és hát általában valamilyen süllyedés jön létre, úgy lehet hólyagsév jön létre, vagy a méhnek a süllyedése, és ezek mind fokozatosan kezdenek kialakulni, és ezek okozzák ezeket a panaszokat. Ezt nevezzük mi az úgynevezett stressz inkontinencia, majd visszatérünk esetleg ennek a részleteiről. A másik formája az inkontinenciának, amikor nincsen anatómia elváltozás, amiről az előbb beszéltem, hanem egyszerűen nem tudja a vizetet tartani abszolút a beteg, de amikor jelentkezik egy hirtelen erős vizelet inger, akkor azonnal futni kell a toaletre, és van, amikor oda se ér, hanem elcseppen a vizelete, és ez nagyon gyakran ismétlődik egymás után. Ezek általában valamilyen beidegzési zavar okozza ezeket a problémákat, és ezek úgynevezett késztetéses, úgynevezett angol szóval urge inkontinenciának nevezzük. De van olyan formája is, amikor úgynevezett túlfolyásos van, amikor nem tudja kiüríteni megfelelően a vizeletet, és mindig, hogy termelődik az újabb-újabb vizet, mindig megtelik, mint egy edény a hólyag, és azért túlcsordul, nem tudja időben kiüríteni, és hát van egy funkcionális inkontinenciális, amilyen más betegsége van, például valamilyen károsodás, illetve agyvérzés kapott, lebénult, bénulásos problémák jelentkeznek, vagy olyan betegség, például Alzheimer korja van, amelynek olyan idegrendszeri károsodás van, hogy azáltal nem működik megfelelően a hólyagnak az funkciója. Tehát több formája van, és ennek megfelelően kell tudni a megfelelő beavatkozásokat megtalálni. Hogyha több formája van, akkor azt is jelenti egyben, hogy többféle kezelési módja is van ezeknek a több formájú betegségeknek. Igen, hát ugye az egyik, amit ugye a késztetéses, tehát amivel beszélünk, ez az urge inkontinencia, amikor gyakorlatilag erős hirtelen ingert éreznek a betegek, a páciensek arra, hogy vizetet kell üríteni. Úgy érzik, hogy már
menni kell, és nem érik el a toalettet. Ez nappal is gyakran előfordul, és éjszaka is nagyon gyakran előfordul. Ez általában beidegzési problémát jelent, általában idősebb korban jelentkeznek ezek a panaszok, és hát megfelelő diagnózis felállítása után a kivizsgálás követően bizony gyógyszeres kezeléssel nagyon jól kézben-karban lehet tartani. Az elején említettük azt, hogy ugye az izmokkal is lehet gond. Ez azt jelenti, hogy ha izmok, akkor tornával is helyrehozható? Vagy hogyha egy olyan kezdeti állapotban van, akkor segíthet-e a tornáztatás? Igen, hát a másik formája, ugye, amiről beszéltem, a stressz inkontinencia, amikor a gát izomzat meggyengül. Valami oknál fogva is, ami utaltam már, ez lehet a kor előadtával, lehetnek különböző szülészeti beavatkozásokkal, lehet a valakinek miomája van, vagy valami egy hólyagsérve van, mind-mind csökkenti a gátizomzatnak a működését, és ezáltal, mivel nem működik jól a gátizomzat, kisebb vizelet mennyiség hatása is úgy érzi, nem tudja tartani, és elcseppen a vizelete. Most ennek a kezelése többféle lehet. Legelőször nyilván a diagnózist felállítottuk, mindig a konzervatív megoldáson kell gondolkodnunk. Rendkívül fontos a gáttorna, a gátizomzatnak a folyamatos tornáztatása, és hát ezt lehet, intim torna gyakorlatokat lehet alkalmazni, amivel fokozatosan is lehet erősíteni a gátizomzatnak a működését, és elkerülhetjük esetleg a később a műtéti megoldást. Hogyha ez eredménytelen, akkor már rá lehetőség például, hogy lehet elektrostimulációt lehet alkalmazni. Bizonyos az elektrostimulációnak az a lényege, hogy az eszköz fölhelyeznek vagy a hüvelybe, vagy a rektumba, és akkor elektromos ingerek hatására az izomzatot stimulálják, és ezáltal a funkcióját visszanyerheti. És akkor a harmadik a műtéti út? Hát igen, hogyha ezek eredménytelenek, akkor a műtétek jönnek szóba. Hát a műtéteknek különböző formái vannak. Vannak nagyon egyszerű műtétek, és természetesen bonyolultabb műtétek. Azt tudni kell, hogy a stressz inkontinencia, amiről az előbb beszéltem, ha ezt a diagnózist felállítottuk, aminek a lényege, hogy a húcsőnek a süllyedése, az izomzatnak a gyengesége miatt történik, annak egy nagyon egyszerű műtétel el tudjuk végezni, az úgynevezett szallag műtétet, feszülésmentes szallagplasztikának nevezük. Egy 1 cm-es vékony kis polietilén szallagot ültetünk be egy műtéttel a húcső alá. Ezt egynapos sebészeti megoldásban tudjuk elvégezni. Reggel bejön a beteg az osztályunkra, nem kell altatni se hozzá, mindegy hátgerincézésre fájdalomcsapítást alkalmazunk. Behelyezzük ezt a szallagot egy kis meccés segítségével, másnap hazaengedjük, és már másnaptól, akit kicseréltek, megszűnnek a panaszai. Nagyon jó érzés azt látni, hogy valaki 10 év óta már szenved ilyen betegségbe, elvégezik a műtétet, és akkor nem győz hálálkodni. Ha én ezt tudtam volna, már rég eljöttem volna, és ezt a kis műtétet megcsináltuk volna. És gyakorlatilag teljes életet élhet, hiszen igen, nem megszabadul a betéttől, a kellemetlenségtől, és mindenféle olyan dologtól, ami diszkomfort érzethez vezet. Igen, hát ez a legfontosabb, hogy abszolút megszűnik a műtéteknek a 90-90%-a nagyon jó eredménnyel zárulnak, és megszűnnek a panaszai, és ha megfelelően, tehát pontolókra visszajár, tehát nagyon fontos, hogy az erőködést mellőzni kell, a különböző súlyoknak az emelését mellőzni kell, tehát azért későbbiekben is vigyázni kell magára. Tulajdonképpen ha valaki tüneteket tapasztal saját magán, akkor hova tud fordulni? Hát legelőször is a nőgyógyászához. Illetve hát elmehet urológushoz is. Tehát ezeket a betegeket a nőgyógyászok és urológusok egymással fordulhatnak. A diagnózist mind a két szakma felállítatja. Bizonyos műtéteket mind a két szakmában is végeznek. Tehát az urológián is, hogyha ott is ugyanígy elvégzik ezeket a műtéteket, de a leggyakrabban a nőgyászati szakrendeléseken fog találkozunk ilyen betegekkel. Elkezdődik a nőgyászati szakrendelésünk, és ott elkezdődik a kivizsgálás. Ezenki van egy inkontinencia rendelésünk, ahol kifejezetten csak már ezekkel a betegekkel foglalkozunk, és ott a megfelelő kivizsgálás után, amikor a diagnózist felállítottuk, akkor pedig a műtéteket az osztályunkon, a szülészeti osztályunkon el tudjuk látni. A szülészeti osztályunkon egy inkontinencia centrumként is működik a megyébe, sőt a regionálisan is, hisz ezeket a műtéteket azért kisebb kórházakban nehezebb elvégezni, mert azért nagy gyakorlat kell hozzá, és megfelelő felszereltség. Ez pedig itt adott. Igen.
Sokan vannak egyébként olyanok, akiket ez a probléma érint? Én szerintem sokan vannak, hát a 60 év fölötti korosztálynak 15-20%-a inkontinens panaszokkal rendelkezik. De a fiatalabb korosztály is, a 30-45 év között is, mint egy 7-10%-ban tapasztalható, hogy inkontinens panaszokkal. Tehát a férfiak is, főleg a késztetés és az örcs inkontinenciál panaszok, amit nyilván nem hozzánk el az urológusokhoz kerülnek, 30-40%-ban jelentkeznek. Hát ott a posztata problémák, amelyek főleg jelentkeznek ezek a tünetek. Kik azok, akik kevésbé mernek orvoshoz fordulni, inkább a fiatalok vagy az idősebbek? Hát se a fiatalok, se az idősek sajnos nem jönnek. A fiatalok még inkább szégyenérzetük, úgy gondoljuk, hát majd ez rendeződik, majd intim torna gyakorlatok, majd csak később ez csökkenni fog. Az idősebb korosztály ezt még nem is tud róla, tehát úgy gondolja, hogy ez már adva van. Tehát ez már így, már megöregettem, ezek jönnek, hát akkor, és csak akik már nagyon elviselhetetlen panaszaik vannak, vagy eljönnek más problémával a nőgyászati szakrendelésre. És rákérdezünk, és akkor derül ki, hogy hát igen, hát nincsenek vizelésre, persze, és hát igen, hát én már körgésem már régóta, és betétet, hát persze betétet hordok már nagyon régóta. Hát ez ilyenkor kiderül, hogy ez milyen helytelen, és akkor felvilágosítjuk, kivizsgáljuk, elvégezzük a műtétet, és nagyon eredményes. Akkor tehát ez egy eredményes műtét, könnyen elvégezhető, egy sokakat érintő betegségről beszélünk, már csak azt kell, hogy az emberek levetkőzik a szégyenérzetüket, nem? Így van, és mindenkit várunk a nőgyászati rendeléseken, hogy elmondják a panaszaikat és tisztázzuk ezt a betegséget. Változott azért már a hozzáállásuk az embereknek? Sehet, persze, hát mind többen jönnek. Tehát azért sokat beszélünk a médiában is, nagyon jó, hogyha beszélünk róla, a különböző felvilágosító előadásokat tartunk, a gyógyszer cégek is, amelyek foglalkoznak ezekkel, mind többen felvállalják ennek a betegségnek a bemutatását és beszélést róla, mert régen ez abszolút tabu téma volt. És most már úgy kinyílnak az embereknek a személye, hogy valóban itt a lehetőség tessék jönni, és ahogy hallanak róla, nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy már többen beszéltünk erről, hogy igen, láttam a televízióban, olvastam az újságban, és akkor eljönnek, bátrabban eljönnek, és akkor kivizsgáljuk, és ha megvan a diagnózis, a megfelelő terápiát alkalmazni tudjunk. Meg hát talán azt is fontos hangsúlyozni, hogy ez magától nem fog elmúlni. Hát kicsi a valószínűsége. Tehát sajnos, akinek már valamilyen a gátizomzatnak a gyengesége kialakul, konzervatív megoldással lehet csökkenteni valamilyen szinten, de a végső megoldás ilyen esetekben általában műtét szokott lenni. Ha valakinek vannak, úgy lehet, az előbb beszéltem, az ölcs, az úgynevezett késztetéses inkontinenciák, mert ott is lehet bizonyos hólyagtornát alkalmazni a gyógyszeres kezelésen kívül, amikor azt tanácsoljuk, hogy próbálják ne rohanjanak azon a toalettre, hanem próbálják az időt kitolni, hogy ne 20 percenként, csak fél óránként, majd 35 percenként, vagy 40 percenként menjen, és ezáltal kezd a beidegzés valamilyen szinten javulni, de a végső eredmény sajnos itt meg a gyógyszeres kezelés, de nyilván itt is lehet ilyen konzervatív megoldásokat alkalmazni. Melyik a legrosszabb verziója ennek a betegségnek, hogyha lehet így fogalmazni, talán a késztetéses? Hát mindenkinek a saját problémája legnehezebb, hisz mindeniknek megvan a megoldása, annak az egy betegnek, aki az önmagában. Tehát nem lehet így talán rangsorolni, hogy melyik a még egyik hosszabb, mint a másik. Mindenki minden szempontból kellemetlen. Az a kellemetlen, amikor valakinek folyamatosan vizeletvesztése van, egy folyamatosan betétet kell alkalmazni. Ez egy borzasztó dolog, hogy úgy élni, hogy állandóan betétet, pelenkát kell szinte hordozni. Tehát ennek a súlyos formája, tehát a fokozatok vannak. Tehát van egy közepes és súlyos fokozat. Valakinek ez szinte folyamatosan vizetet veszíti, az borzasztó dolog. Ennek mindenképp a megoldást kell rá találni, és nagyon sokszor az is előfordul, hogy már régebben valamilyen műtéteket valahol végeztek, és akkor már többször meg lettek operálva, és akkor azok már reménytelen, és nyilván az sem jó, hogyha több helyen olyan műtétet alkalmaznak, ami nem a mai legmodernebb technikát alkalmazzák, akkor már nehezebb a megoldást megtalálni. Akkor itt a technika itt is eredményezte talán azt, hogy
könnyebben vagy jobban kezelhető ez a betegség? Igen, hát ezeket a szalagműtéteket, amiről én most itt beszélek, az elmúlt 20 évben dolgozták ki. Tehát ezelőtt ilyen fiatalabb orvos koromban végeztünk plasztikai műtéteket, tehát ez egy természetes dolog volt, hogy idősebb korban a nők eljöttek a nőgyászai szakrendelésre, és javasoltunk nőgyászai vagy az kisebb panaszaik miatt, ugye még cisztokkerék voltak, hólyagsérvek voltak, végbélsérvek voltak, és hagyományos plasztikai műtéteket végeztünk, amit hogy évtizedek alatt kidolgozásra került. És az nem mindig eredményesek voltak, és akkor újból meg kellett operálni, akkor megint nem voltak eredményesek, és szinte akkor egész életükön szenvedték ezt a betegséget. És ezután az elmúlt 20 évben került kidolgozásra ezek a szalagműtétek, amikor ezek a polietilentás speciális anyagok, akik gyártásra kerültek, ezeket be tudjuk ültetni nagyon jó eredménnyel. Azóta forradalmi változás állt be a női inkontinencia betegnek a kezelésébe, és ezáltal a gyógyulásunkba is. Akkor lehet, hogy akinek 15-20 éve nem tudtak segíteni, annak ma már tudnak. Igen, azok is nagyon jól jöhetnek, és újból meg tudjuk nézni, és ha kell, akkor meg tudjuk operálni őket. No, hát akkor több mindenkinek szerintem ma talán tudtunk segíteni, vagy segítséget nyújtani. Erre a betegségre is igaz az, hogyha ha időben fordulnak orvoshoz, akkor könnyebb segíteni rajta, mint hogyha hagyjuk halmozódni a tüneteket? Természetesen minden betegségre érvényes. Hisz, hogyha valakinek nagyon súlyos az állapota, akkor ez az egyszerű műtét már nem lesz olyan eredményes. Akkor egy kiterjesztett műtétet kell végeznünk, akkor ennek már egy olyan forma, amikor már háló kell behelyezni, mert olyan óriási nagy a süllyedés, a hólyag süllyedés, hogy a kis szalag műtéttel nem tudjuk korrigálni, és akkor egy nagyobb műtét nagyobb kockázattal is jár, és kevesebb eredménnyel esetleg, vagy hogyha ezt nem tudjuk megoldani hüvei műtéten, akkor esetleg egy hasi műtétet kell érkezni, vagy urológus kollégákat is igénybe veszük ebbe, vagy konzilumot kell venni. Tehát minél később jelentkezik az orvosnál, annál súlyosabb és minél súlyosabb formája alakul ki, hisz ha nem kezeljük, akkor csak súlyosbodik az állapota. Ugye ezt a beszélgetésünk elején említettük, hogy a nőgyógyász szakorvost érdemes felkeresni, az urológust, vagy akár van inkontinencia szakrendelés is. Ez mely napokon van, vagy hogy tudnak oda eljutni az érdeklődők, érintettek? Hát ez a szülészeti nőgyászati szakrendelés, a Hunyadi szakrendelésen működik az inkontinencia rendelésen, és felhívják a központot, és be lehet bármikor jelentkezni. Én köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm szépen. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, egészséges témákkal foglalkozunk majd még itt a fehérvári beszélgetésekben, legközelebb egy hét múlva viszontlátásra.